Az őszi avar kiváló búvóhely a sünök számára. A bokrok és levélkupacok alja, a komposzt, a farakás ideális hely az 5-6 hónapos áttelelésre. A hibernáció az állatok számára azért szükséges, mert a téli hideg időben lehetetlen a természetben elegendő táplálékot találni. Ez a folyamat egy túlélési stratégia számukra. A sünök téli álmot alszanak, az azt jelenti, hogy 5-6 hónapra kell egy olyan helyet találniuk, ami kellően hőszigetelt, ahol biztonságban elaludhatnak, lecsökken a testműködésük, nem fagynak át, mint mondjuk egyes hüllők vagy kétéltőek a téli álom során, és ezért nagyon nem mindegy számukra, hogy milyen környezetben telelnek. Ugye a sün alapvetően a fás, bokros területeknek az emlőse, azért is él meg a lakott területeinken, mert hogy nagyon hasonló környezetet talál a természetes élőhelyéhez, és ezeken a részeken évek alatt, ugye például egy tuskónál, egy talajmélyedésben vastag avarréteg alakul ki, illetve vastag lehullott lombréteg, és ez alá, hogyha beássa magát, akkor ott biztonságban tud áttelenni. A keleti sün akár több hónapot is átalszik, míg újra megfelelően bőséges rovarállományán rendelkezésére tavasszal. Jó a kibélelt fészkeméhén összegömbölyödve alszik, általában az avar alatt. Az őszi kerti munkálatok során ezért fontos, fokozottan figyeljünk rájuk. Amikor mi kertben, de különösen a nagyobb parkokban heteken át folyamatosan gerebjézünk, gyűjtjük össze a hullott lombot, és abból egyre nagyobb ilyen lombdepók alakulnak ki. A sünök azok nyilván azt gondolják, hogy ez egy ideális telelőhely lesz, ők nem tudhatják, hogy ezt majd valamikor november vége, december elején felszámoljuk, és ilyenkor bizony bajba kerülhetnek. Ugye a sünik akkor húzódnak téli álomra, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken, ugye ez így tényleg ilyenkor november eleje közepén még aktívak lehetnek a sünök, akkor is, ha nem látjuk őket, hogy a sün alapvetően egy éjszakai állat, tehát ha csak nem éjszaka sötétedés után megyünk ki, akkor úgy élhetünk mellettük, hogy nem is tudunk, hogy ott van a környezetünkben. Szakértő tanácsa, hogy első lépésben lehetőleg ne vasvillával essünk neki az avar rakásának, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal, óvatosabban akár kézzel forgassuk át a halmot, így győződjünk meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat. Ha találunk alatta sünt, akkor vigyük a kert bokrai közelébe, és fedjük le nagyobb mennyiségű falevéllel, hogy kellemesen tudja áttelelni a téli időszakot kertünkben.